Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Önök a Számok és a Valóság című műsoromat látják, én Kálai Zsuzsanna vagyok. Hát újra itt vagyunk, és újra érdeklődni lehet, hogy végül is mi hogy alakul az életünkbe. Tehát folytatjuk az előző műsorunknak a folytatást. És úgy gondolom, hogy nagyon sokan is várakoznak már arra, hogy kapcsolatba tudjanak velem lépni. De mielőtt ez létrejön, és hát bevillog, de már benn is van az első telefonáló, pedig higgyék el nekem, hogy nagyon érdekes mondani valót, és nagyon érdekes ismeretekről fogok, ha lehet, beszélni a mai műsoromban. Köszöntöm Önt, már is a vonalban van. Üdvözlet kívánok! Üdvözlöm, parancsoljon! Miben segíthetek Hello. Önnek? Üdvözlet kívánok! Hello. Ön van a vonalban, üdvözlöm. Mária vagyok. Igen, honnan telefonál? Területekről. Igen. És szeretnék érdeklődni a fiam után, aki István. Igen. 1971. Igen. Január 5-én született. Értem. Mondja Mária, úgy gondolom, nekem hogy... Igen. Tessék mondani, mégpedig? Hogy teljes mértékben elfordult agyának itt se nevelte, én tőlem is elfordult, az egész családtól. Na most... 8 éve nem tudok róla. Igen. Na most én megkérhetem Önt arra, és Mária. És lehet az oka? Na most ezt így ilyen gyorsan, ugye nem gondolja komolyan, hogy megfejtem Önnek, de ha elárulja az Ön születési dátumát, akkor valamire rájövünk. Hogy még mire, azt nem tudom. Igen. De Ön mikor született, Mária? Én 1953. Igen. 5. hó 10. Május 10-e. Uh-huh. Kérem szépen, hát nagyon sok szenvedés van az Ön életében, és én amit látok, hogy a fiával lévő kapcsolata is azért éppen eléggé nem könnyű, nehéz kapcsolat. Na most nem tudom, hogy eltűnt a fia, teljesen megiszűnt minden kapcsolat, tehát nem is tudnak róla, vagy éppenséggel nem is keresték, vagy pedig befejezték ezt a kapcsolatot úgy, ahogy van családon belül. Hát nem, úgy eltűnt. Eltűnt. Tulajdonképpen ő elég egy zűrött életet élt, és igen, akkor ugye nem volt eltűnten a kapcsolat, ugye? Igen. És úgy egy idő után eltűnt. Kérem szépen... Sem a gyermeke nem érdekli. Na de bocsánatot kérek. Most senki. Így behatárolni egy embernek a létezését, hogy egyáltalán él vagy nem él, ennek sem mentek utána? Igen. Bocsánat, ezt én kérdezem. Nem tudom én hol keresni. De bocsánat, a rendőrséget feltalálták. Azért. Nem, én nem kerestem a rendőrséget sem. Kicsikét én neheztelek rá, mert a saját gyermekét sem nevelte, soha. Tulajdonképpen mind segítettük, mind neveltük be. És valahogy én úgy érzem, hogy ő neki kéne keresni ahhoz, hogy mégis azért még becsülettel felneveltük. Na most mondok én magának valamit, Mária, bocsánat, hogy ezt mondom. Itt az Ön képletében, itt a fiával közös sors áll, asztrológiailag, és a másik pedig az, hogy annak ellenére, hogy a fiával vannak Önnek kötései, vannak konfrontációk ebben a kapcsolatban, vannak olyan nehézségek ebben a kapcsolatában, ami úgy mondják, hogy elvileg létezhet. Na most elvileg Önnek az életében még visszajöhet a fia. Na de bocsánatot kérek. Az, hogy az ember becsülettel felneveli a gyerekét, vagy becsülettel, hogy mondjam, a gyerekemmel foglalkozok, fölnevelem becsületesen, felnőtté válik,
züllött életet él, aminek nem örül egy szülő, és természetesen ez az ő választása. Január 5-i születésnappal éppen eléggé pörgős magánélet, pörgős élet, befelé fordulás, egy bakhavában született ember, nagyon sokféle szenvedés van a fia életében, nagyon szigorú saját magához, de úgy gondolnám, hogy azért elnézést kérek, most teljes mindegy, hogy független, legyen független attól, hogy becsülettel felnevelték, vagy nem becsülettel felnevelték, emberről van szó, érdemes lenne a rendőrséggel kerestetni. Miért nem fordul a rendőrséghez? Tulajdonképpen azért nem fordulok, mert neheztelek rá, hogy soha nem, még a gyerekéért, 24 éves a fia, még gyerektartás sem, büntetett ezzel sem. Nézem, sajnos... Én annyira neheztelek rá. Nézem, sajnos ilyen előfordul, ilyen van. Én megértem az ön nehéztelését, és úgy gondolom, hogy ön az unokájával jó kapcsolatot is tart fent. De hogy magyarázzam önnek, tehát látom. Tehát ebben nincs is baj, mert ön azért egy éppen eléggé családcentrikus ember, de ugyanakkor itt nem a haragnak kellene diktálnia, mert a harag az még mindig nem oldotta meg ezt a problémát. Na most itt külön kellene, nézze, nem pszichológiai előadást akarok magának tartani, mert annyi nem fog beleférni az időben, de mindenféleképpen, tehát itt arról van szó, hogy tekintettel arra, hogy a gyereke. Teljesen mindegy, hogy mi történt és hogy hány éves, de utána az, hogy ő egy züllött életet választott, nem törődik a saját gyerekével, iszik, kalandokba bocsátkozik, vagy éppenséggel nem tudom, mit csinál. Ez még nem ok arra, hogy ne kerestessem a rendőrséggel, hogyha egy X idő után nem találom. Se a fia nem keresteti a rendőrséggel, 24 éves fiatalember, azért gondolom, hogy azért nem mindegy. Na most utána, hogy ők már mit csinálnak, hogy kufárkodnak a saját érzelmeikkel, az már a maga dolga. De annak ellenére nincs olyan, hogy eltűnik, és haragból nem kerestetek valakit. És ha megölték? Na de. Nekem az az érdekes, hogy még egy képes lapot se küld magáról. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. Tudja az ember, hogy él vagy hal. Pontosan erről van szó. Lehet tudni azt a helyet, ahova ő elment legutóbb, és ahova eltávozott, vagy ahova költözött önöktől? Hát Pesten volt. Értem. Tehát Pesten. Semmi életjelet nem adott. Nézze, akkor fogom meg tudni mondani önnek, mert így most ne kívánja, hogy meg tudom mondani képernyő előtt, beazonosítani, hogy valaki nem él, hol tartózkodik, itt ez lehetetlenség. Van rá megoldás természetesen, nem nagy probléma, de ugyanakkor, tehát én úgy gondolom, hogy... vissza fog térni az ön életébe a fia, minden remény megvan rá, de így év szerint, hát én úgy gondolom, hogy van értelme ennek az egésznek utána menni. Mert az ön képletében természetesen sorszerűséggel benne van a saját gyerek. Öröm is, bánat is. Előre mondom magának, ne ijedjen meg, mert olyan nagyon nagy félelmes veszteséget nem látok most még ebből az információból, amit itt kaptam, mert egyébként több információ kell ahhoz, hogy egyébként bevizsgáljam, így eddig ez nem derült ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy próbáljon megnyugodni, és akkor menjenek utána, de hivatalos szervek által. Jó? Hát megpróbálok, csak az a, nekem az a bájó, hogy igen, ő nem keres, vagy legalább egy levelet küldene. Nem lehet tudni, hogy mi van a háttérben. Vagy egy képes lapot. Egy eléggé beforduló, eléggé visszahúzódó, eléggé
öntörvényű ember, és én úgy gondolom, hogy elképzelhető, hogy ő bemakacsolta magát valamiért, és inkább nem. Megszakította a családdal a kapcsolatot. Hát igen, igen. Jó? Úgyhogy én nem tudom ezt így... Áldott jó gyerek volt. Nézze, nem tudom így átlátni, hát kevés az információm hozzá. De ennek ellenére én azt mondom magának, hogy vissza fog térni a sorsába a fia. De benne van a sorsában a fia, közös sorsa van a fiával, de az biztos, hogy most pláne érzékeny évében van ön, és pontosan ezért érzi azt, hogy egyre nehezebb. Elárulom magának, hogy még májusig ugyanilyen érzékeny időszaka lesz, mint most van. És hogyha sikerrel fog járni, akkor várom, hogy felhív telefonon. És a másik pedig az, hogy május után várható itt valami változás a fiával kapcsolatban. Előbb nem. Igen. Jó? És köszönöm szépen. Nem tudom, biztos, hogy így lesz. Várjuk. De így magától, minden jót kívánok, de így magától ez nem fog működni. Tényleg kell valamit lépni. Haladjunk tovább. Kérem szépen, az ősi kultúrák a világot hát kozmoszként élték meg. Na most tudni kell, hogy a kozmosz az általában, hát kifejezés szerint rendezett egységet jelent. Ha hiszik, ha nem. Tehát a világegyetem, a kozmoszról beszélünk. Na most, annak ellenére ugye hát a káosz az meg rendezetlenséget jelent, mint tudjuk. Na most, miután minden jelenségnek és minden, tehát minden egységet ugye rendezettségnek élünk meg a kozmosz világában, amennyire ugye kellene, vagyis hát a jellem tartalma szerint, és mindjárt magyarázom, hogy ez miért van, de itt a következő telefonáló, üdvözlöm. Halló? Ön van a vonalban. Szép jó estét kívánok, Zsanna. Üdvözlöm. Mária vagyok, 61-12-08. Igen. December 8-a. Miben segíthetek, Mária? Miben segíthetek önnek, Mária? Én elvesztettem a családomat. Igen. Édesanyámat. Még tartom a kapcsolatomat. Na most elvesztette a családját. Haláleset történt, vagy pedig mi történt? Én itt vagyok, Mária. Nem publikus. Drága. Megvan a lehetőség arra, hogy ha nem publikus témáról van szó, akkor mi a módja annak, hogy ezt le tudjuk tárgyalni. De miután nem publikus a téma, nem tudom, hogy miről van szó, hogy mit, tehát hogy miért, tehát hogy kit, mikor, hol vesztett el, de annyi bizonyos, hogy mi a kérdése most ebben, a mondani valójában kapcsolatosan. Mit szeretne tudni? Hogy a közeljövőben viszont kaphatom-e őket? Hát ez egy eléggé érdekes kérdés. Kérem szépen, a közeljövőben itt mindenkinek születési képlete van, és mindenkinek azért utána kell nézni, hogy az önhöz való kötődése, és időszerűen az önhöz való kötődése, év szerint, lunárisan mit mutat. Na most nézze, ebben a műsorban, ha nem látom át a problémát, és nem tudom átlátni, hogy miről van szó, akkor nem egy könnyű feladat. Na most, mikor született, teszem azt, az édesanyja, ha őt vesztette el? Ha-ho? Nem, a bátyámat vesztettem el, ő 56, igen. 05, 27. Értem. És hát ne, nézze, önök között a kapcsolat
Annak ellenére nem kell megijedjen, mert eléggé szerencsés ember ahhoz, hogy aki az egész életében a helyzetekből azért, amiből kilábalt, meg amiből még ki fog lábalni, az nagyon szerencsésen alakuljon, érti? De most önnel való kapcsolatát én úgy látom, hogy egy ideig egy kicsit talán úgy szünetelteti. Egy kicsit talán szünetelteti, de véglegesen nem fogja elveszteni. De mondom önnek, tehát itt azért csak át kell látni a problémákat. De van mit mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívott, és haladjunk tovább. Haladjunk tényleg tovább, mert nagyon sokan mondani való. Tehát a kozmosz törvényszerűségeinek a mondani valója szerint mindennek határozott értelme van, ami minket körülvesz. És nagyon érdekes dolgok vannak, amit jó lenne, ha mi is észrevennénk saját magunk körül. Üdvözlöm a következő hívót, üdvözlöm. Ön van a vonalban. Velem beszél. Ne, hogyha bele is szól. Halló. Üdvözlöm. Halló. Ön van a vonalban, parancsoljon. Halló. Én itt vagyok, halló. 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 Én itt vagyok, szép estét. Üdvözlöm, Rozália vagyok. Igen. Honnan telefonál? Igen, honnan telefonál? Üdvözlöm, Rozália vagyok. Igen. Honnan hív engem, Rozika? Nyugodtan szólaljon Békés bele. Békés Szaba. Igen. Békés Szabáról beszélek. Üdvözlöm. Igen. Békés Szabáról beszélek, és 1958. január 17-én születtem. Édes Istenem. Igen. És mit szeretne tudni? Mondja, Rozikám, mit szeretne tudni? Konkrétan azról szeretnék érdeklődni, hogy egy ingatlan eladás sikerülni fog-e, és el tudok-e költözni. Kérem szépen, minden bizonnyal, hogy sikerülnie fog. Végre, hogy már ott is tudok mondani. Minden bizonnyal sikerülni fog. Egy elég pörgős és eléggé, hogy mondjam, változékony élete van. Ebben az évében, jövő januárig ne idegeskedjen rajta, mert ez hál' Istennek sikerülni fog és össze fog jönni. Mutatja az év a költözést és a helyváltoztatást. Úgyhogy ebben semmiféle olyan negatívum nem lesz, és sőt, sorszerű is. Érdeklődni szeretnék még igen. Az egészségem felől. Hát kérem szépen, csontok, máj, epe, lép. És ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy a bőr problémák, vagy esetleg olyan problémák, amelyek... talán a keringés magas vérnyomással is kapcsolatosak, hogy éli meg ezeket a problémákat. Úgyhogy erre oda kellene figyelni. Az év nem mutat betegséget, az év helyváltoztatást mutat. Köszönöm szépen. Igen. Igen. Tehát az év helyváltoztatást mutat, és az évnek a mondani valója magában véve annyi, hogy egy eléggé gyors, pörgős... Tehát akkor az ingatlan eladás összejön? Igen, igen. Még jövő januárig benne van a pakliba. És nem is lesz ebből semmiféle olyan probléma, amitől ön fél, érti? Tehát jövő januárig el is adja... Hogy mi lesz gyors? Hát eléggé gyorsan le fog ez zongorázódni. Tehát maga a költözés, eladás és az adásvétel is. Tehát ezzel önnek már semmi olyan negatív érzelmei ne legyenek. Hála jó Istennek, eléggé gyorsan fog ez haladni. Mert az év mondani valója ezt mutatja. Sőt, még azt is mutatja, hogy ez az ingatlan, ahova ön szándékozna menni, annyira benne van a sorsába, és nagyon jól fogja ott magát érezni. Jó? És én köszönöm szépen, haladjunk tovább, mert hát sajnos belekezdek a mondani valomba. Hát, hála Istennek. Jó. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm szépen, és haladjunk tovább. Szép estét. Önnek is további szép estét kívánok. Kérem szépen, a törvényszerűségek, amelyekről szeretnék beszélni, arról szólnak, hogy a kozmosz törvényszerűségei olyan összefüggéseket és olyan módszereket mutatnak, amelyben tehát és olyan reakciókról van szó, amelyek a világnak a működése. Na most általában ugye tudjuk jól, hogy Hermész Trismegisztus mindig azt mondta, hogy ami fent van, olyan lent is. Na most ugye ez a tabula smaragdínából ugye Hermész Hermetiszhez kötődik, és ez a mondat, ezt nagyon sokan tudják, hogy ez a kulcsmondatunk, és az ezotériának a kulcsmondata, amelyek az összes létforma, még a halál utáni létforma törvényszerűségét is szinte áthatják és átjárják. Fogom folytatni, ön van a vonalban, üdvözlöm. Szép estét kívánok. Ön van a vonalban. Halló, halló, tessék beleszólni. Halló. Üdvözlöm, parancsoljon. Tessék mondani. Halló. Ön van a vonalban. Jó estét kívánok. Üdvözlöm, üdvözlöm. Kit tisztelhetek önben? Halló. Én itt vagyok. Nem hallok semmit egyébként a telefonban. Hát pedig ön beszél a vonalban, én velem beszél, én Kálai Zsuzsanna vagyok még mindig, várom. Jó estét kívánok. Üdvözlöm. Miről van szó, tessék mondani? A fiamról szeretnék kérdezni. Igen. Hogy hívják a fiát? Hát, hogy a munka... Ne legyen Balázs. Megijedve. Balázs. Látom, hogy meg van ijedve. Igen. 86. Igen. 03. Igen. 18. Értem. Hol él a Balázs? Londonban. Ó, Istenem. Nézze, édesem, hát annyira meg van ijedve, de hát ez nem igaz. Annyira fél, és annyira, hogy mondjam, tehát nem is tudom mit mondani magának, annyira félti a fián, de hát ha maga tudná, hogy a fiának mennyire könnyű élete van, hogy így mondjam, tehát mennyire halad előre, mennyire könnyű élete van. Na most ön félti a gyerekét, de hogy mondjam, tehát ilyenkor tényleg megmosolyogja az ember, mert ugye ön felhív engem telefonon, nehezen szól bele a telefonba, szinte fél beleszólni a telefonba, mert annyira meg van illetődve, de kérem szépen, semmi varázslat nem történik, tessék nekem el. Tehát semmi olyan félelmetes dolog itt nem történik a stúdióban. Kérem, jól él a fia? Lesz munkahelye a fiának. Jelenleg én úgy gondolom, hogy ő tényleg jól érzi ott magát, ahol van, és egy teljesen új életszakasz kezdődik az életében. Ha-ho, én itt vagyok. Az jó lesz, mert jelenleg nincs. Édesem. Jelenleg nincs munkahelye, azért is kérdeztem, és hogy ilyen vállalkozást szeretne indítani. Ott Londonban. Internetes. Igen. Jaj, Istenem. Na most tessék ide figyelni rám, az a helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vállalkozást szeretne most momentán beindítani, de ebben a helyzetben és a mostani időszakában márciustól elindult neki egy új korszaka, de ebből most még mondom magának, hogy annyira fél, és érzem, tehát átérződik a félelme. Kérem, ne ijedjen meg. Az év második fele mutat pénzt a fiának, be fog indulni a vállalkozása, és sikerülni fog. Ehhez mit szól? Jó. Jó? Tehát egyezünk ki azzal, és nagyon szépen köszönöm, hogy felhívott engem telefonon. Nagyon jól tette, de
Annyit kérek öntől, hogy legközelebb, ha hív, várom nagyon nagy szeretettel, de ne féljen ennyire, és nyugodtan szóljon bele a telefonba, mert semmi ördöngösség nem történik, csak velem fog beszélni, és köszönöm szépen. Úgyhogy további sok sikert kívánok. Nem is féltem, csak nem hallom a telefonon. Értem. Pedig hát tökéletesen működünk, és most is kommunikálunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A tévéből hallom. Igen? Köszönöm szépen, és várom máskor is nagyon nagy szeretettel önt, és hát remélem, hogy önöket is jövő héten kedden ugyanitt, ugyanilyenkor találkozunk, és akkor úgy gondolom, hogy ki fogom fejteni önöknek, mert hát mindig van miről beszélni, van mit kifejteni, tehát vannak olyan mondani valók és olyan megmagyarázni valók az ezotéria tekintetében, amely az asztrológiával, és hát természetesen, mint minden mindennel összefügg. És egy gondolkodási módot is szeretnék önöknek elárulni, és ez a fajta gondolkodási mód egy kicsit kauzális ugyan, de megmagyarázzuk a jövő héten. És köszönöm szépen önöknek, minden szépet és minden jót kívánok.